Van olyan, hogy zongorázom, vagy vezénylek, és bizonyos képeket látok magam előtt. Hát azért csak egy példát mondok, hogyha Debussy Tengere című háromszimfonikus vázlatát dirigálom, akkor önkéntelenül beugrik Hokusai hullám című képe, amelyet hát évtizedeken keresztül hoztak kapcsolatba Debussy művével úgy, hogy már az első kiadás címlapján is a hullám szerepel. Mikor te végigmész egy tárlaton, mondjuk most a Bálint Endre kiállításon, te hallasz zenét? A Wurtágot mindenféleképpen, sőt, szerintem vissza fognak köszönni nekem olyan alkotások most a kiállításon, amelyek Szegeden ott voltak 74-ben. És nem, hát nem tudom megakadályozni, hogy szóljon bennem a zene. Hát az első hallását az ember nem tudja kikapcsolni. Annyira nem tudja kikapcsolni, hogy a például koncerten egy zenekar rosszul játszik, és én vezénylem őket, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, és emiatt talán nem vagyok igazán jó nevelő karmester. Én rögtön átkapcsolok a belső hallásomra, ami tökéletesen adja vissza a zenét. Tehát nem azt hallom, amit a zenekar játszik. Ez nekem egy tulajdonképpen egy nagy hibám. De így legalább mindig úgy hallod, hogy jól játszanak. Igen. Azért egy kontroll azért csak működik minden mellett. Igen, hát most is hallok magamban zenét. Most mit? Most éppen Sibelius Hegedű versenyét, amit tegnap érigáltam, mert kimene fejemből egyszerűen a harmadik tétel. Nyilván ez akkor fog kimenni a fejedből, amikor a zongorát meglátod a Nemzeti Galériában, és kipróbálod. Igen. 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 Nagyon sajnálom egyébként, hogy nincs középső pedál a zongorán, mert... Az most kellene ehhez a kurtákhoz. Mert könnyebb lenne megvalósítani az utolsó ütemeket. Így is meg lehet természetesen csinálni. Csak a középső, tehát a prolongációs pedál lehetővé teszi bizonyos hangoknak a letartását. Neked vannak műtárgyai, tehát Bálint Endre képek most a kiállításon kölcsön adtál, ugye? Egy képet adtam kölcsön. Egyet? Ördögűz és Trombitával címűt, amelyet azért szeretek, ezt nem kaptam tőle, ezt vettem annak idején. Azért szeretem, mert valahogy nagyon-nagyon ütősnek érzem a fekete és a szürke ilyen módon való kezelését, tehát akármit mondhatunk, szürke a feketén, vagy fekete a szürkén, vagy a szürkében, jobban mondva. Ez engem nagyon megfogott már ott a... Hát most már meg nem mondom, melyik kiállításon láttam. De a következő találkozáskor én megvettem Bálint Manitól ezt a képet. Bálint Endrét te személyesen is ismerted. Hogy ismerkedtetek meg erre, hogy emlékszel? Pontosan vissza tudok emlékezni. A szegedi Bálint kiállításon, amelyet tulajdonképpen Román József celebrált, aki az egyik csak jelentősebb Bálint monográfiát írta. Akkor ott a kiállításon elhangzott tudomásom szerint 10 vagy 15 darab, amelynek az egyik kompozíciója az Omázsa Bálint Endre volt, ami később aztán a Játékok első füzetében jelent meg. Na itt ismerkedtem meg Bálint Endrével, és hát
pontosan ugyanúgy, mint Pilinszkivel. Szóval egyszerűen én megszerettem ezt az embert, és nagyon sokat figyeltem az arcát például Bálint Endrének. Az arcát? Igen, az arcát. Szóval egy nagyon-nagyon szép arc volt, és úgy érzem, hogy szépen és becsületben öregedett meg. És hát természetesen Bálint Bondi arcán is látszott, hogy hát sok vihart megért, de az az igazság, hogy máskor volt, mint a mostani. Azért az én életemben például nem volt háború. A forradalomra 4 éves gyerekként emlékszem, gyakorlatilag meg se érintett. Ennek az a története, hogy a Vigadó kiállítást is láttam annak idején. Tehát a Vigadóban 82-ben volt Bálint Endrének egy kiállítása, és ott ennek a darabnak a második verziója szerepelt. Tudnélik, ez a darab 3 verzióban került bele abba a kötetbe, amit Kurták 74 óta vezetett, és már betelt. Ez egy ilyen spirálfüzet, amiben a kézírásával vezette a darabokat, az éppen aktuális események. Szóval tulajdonképpen egy ilyen napló jegyzeteknek is lehet tekinteni, vagy még inkább személyes jellegű üzeneteknek. Na most az első verzió soha nem hangzott el. A második verziót én eljátszottam akkor a Vigadóban, a kiállítás megnyitója alkalmából, és fel is vettem egy olyan lemezre, ami nagyon korlátozott példányszámban jelent meg, ez egy 7-incses, nem tudom, hány centiméteres, de ilyen pici, mint a tánclemezek, olyan volt, és ez több más Kurták darabban együtt megjelent azon a lemezen, amit azt hiszem a Zenemű kiadó jegyzett, ha jól emlékszem. Na de Kurták elégedetlen volt azzal a verzióval is, és átnyújtotta nekem ezt, amit ma el fogok játszani. Na, hadd gyakoroljak! Hát, hogyha a kamera beveszi ezt, és a nehézség az, hogy ezt kell csinálni. Felvette? Fel. Szóval ez a nehéz benne, és ezért kéne a középső pedál, hogy ezt akkor lenyomom, és nyugodtan csinálhatom ezt. Csak hát akkor nem marad lenne a 7 hang. Tehát annyi darab benne van a kezedben. Hát igen. Benne. Hogy ne lenne benne? Ezt is el tudok, Ravelt is el tudok képzelni Bálinthoz.
világ zenéjére. Erre mondtam azt, hogy ez valószínűleg a vonos négyesnek a hatása, mert a vonos négyes volt az a Kurták mű, ami abban az időben emblematikusnak számított. Egyébként én is a vonos négyesen jöttem föl, a busz egy. Viszont ez a kép, hát azért ez rettenetesen hasonlít az én Fal című képemre, ami viszont ilyen hosszal szív, de ugyanez. Az is a Kurtági. Aha. Az a törmelék a kék szakálló Hercegvárából, gyönyörű. Ez is van. Ez nagy kedvesem. Ez zsenye, amikor visszamegy 68-ban. A Fadolház. Igen, zsenye. Ez is borzalmasan hasonlít a Fal című képre. Igen, ez. Igen. És ugyanilyen keretben. Ez mondjuk az eredeti Bálint keretek, igen. Ezekről beszéltem. Találtál. Ezekről beszéltem, hogy micsoda fantasztikus szeme van egyeseknek, hogy meglátját. Nézhetném órákig, és nem látnám benne azt, amit ő látott. Igen, ez nagyon érdekes, ahogy összerakja a tárgyakat. Hát itt a párja. Az én képemnek az a címe, hogy ablak előtt, tökéletesen ugyanez, csak zöldben. Na, majd megnézem. Ott lóg a pianinom fölött. Maga a kiállítás is gyönyörű. Nagyon szépen köszönöm. Itt a Pompei Gázóra leolvasó. Hát ez Szeged. Aha. 54. Ott. És B.A.S. van a darabban. A többit a képzeletükre bízom a hölgyeknek. Most, ahogy végigmentél, volt olyan kép, nyilván most gyorsan mentél, mert nem voltál egyedül, nem tudtál annyira koncentrálni. De ilyenkor valami inspirálni téged, mondjuk egy művel? Abszolút. Ugyanígy mentem még a szegedi kiállításon. És hogy hazamegyek, akkor jönnek elő a vendégek. Én dolgoztam a Bandival, a Nemzetiben dolgoztunk együtt a 63-64-ben, Major Vittorral. Aha. És az volt kiírva, hogy a Macbethhez csinált, de ő csinálta az ember tragédiáját is, meg a Trinitymont is. Uh-huh. És milyen volt dolgozni vele Isteni, együtt? Istenért. De hogy zajlott ez a munka? Rögtön maradt volt. Ő lehetett 50 év voltam, 18 vagy valami ilyesmi. És egy nagy családot is ismertem, a Pistivel is nagyon jóban voltam. Meg a Pisti feleségével, aki aztán itt van a Kollár Mária, csak nem találkoztam még vele. Mert velük voltam, tehát én hozzátartoztam a családi körhez. Mert ezeket én nem láttam, ezeket a képeket.
És amikor együtt dolgoztak, az hogy, tehát fizikailag, gyakorlatban hogy zajlott az együtt munka? Én mentem föl hozzá, és akkor néztük a terveket, hogy milyen a díszlet, a maja ott volt, én ott voltam, elmarogtuk egymásnak, hogy mi legyen, itt legyen egy kis zene, ott fel kéne egy létrával mászni valahol, az ilyesmiket.